Az aranyserleg. Készült Henry James regényéből. Kate Beckinsale, Györgyi Anna. James Fox, Barbinek Péter. Angelica Houston, Faragó Vera. Nick Nolte, Bács Ferenc. Jeremy Northam, Khalid Arthur. Madeline Potter, Makai Andrea. Uma Thurman, Fűr Anikó. Zene Richard Robbins. Fényképezte Tony Pierce Roberts. Forgatókönyv Russ Power Jebuala. Rendezte James Ivory. Az a meggyilkolt nő a fiú mostohanyja volt? Az apja felesége. És a bátyja, aki mindig féltékeny volt rá, elárulta az apjuknak, mi folyik kettejük között. De a herceg már amúgy is unta a feleségét. Elege volt abból, hogy pénzsóvár. És persze késóvár. Milyen elragadó őseid voltak. Nem tudom, milyen szobák voltak ezek, és hogy ki lakott itt. A nagyapám, az öreg herceg szerint olyan házban, ahol minden szobát ismerünk, nem érdemes lakni. A családból az utolsó lakó itt a nagybátyám volt, Alfonso. Ki kellett költöznie, mert megmérgeződött. Nem megmérgezték, hanem csak apró aranyszemcsék peregtek le a mennyezetről a kávéjába. És kiderült, hogy a festékben arzén van. Palazzo Ugolini, Róma környékén, 1903. Gyere! Tessék! Erre költik el a pénzt, ami talán rám szállna egyszer. Az egyik múltszázadi herceg mindenét, amilyen csak volt, vándorkomédiásokra hagyta. Azok voltak a kedvenceim. Mr. Verwer milliókat költ majd rá, hogy renoválja. Szerencsére van miből. Igen. Csak ugyan elmész most Baden-Badenbe. Mi a csodának mész Baden-Badenbe? Mert kedves emberek kedvesen hívtak. Bár hazahajózhatnék. Nem bírnád ki 5 percnél tovább Amerikában.
De nagy előnye, hogy nagyon messze van tőled. És a mennyasszonyodtól. Tudod, hogy mit kívánok neked most? Azt, hogy gyorsan menjek férjhez. Milyen embert választanál férjül nekem? Olyat, aki jó, kedves és okos, és gazdag. Mondd, segítesz megtalálni ezt a páratlan férjet? Aki felettetni tud téged? Jó, Charlotte. Nem tehetek semmi mást. Nekem nincs pénzem. Nem az számít. Kérlek, ne tedd meg. Charlotte. Charlotte. Charlotte! Charlotte! Adam Werwer az első amerikai milliárdos londoni háza. Hogy hagyhatnám nálatok? Ez túl szép, hogy igaz legyen, Fanny. Charlotte itt van Londonban. Nézze, milyen páratlanul szép műremek. Azt hittem, hogy Bádenben vagytok. És e pillanatban is ott van melletted. Elment a szobájába. Most azonnal találkoznunk kell. Édes Fanny, kérlek! Ha autót küldesz érte. Hát hogyne? Nem zavar? Dehogy zavar. Köszönöm, édes. Tündér vagy. Van egy csodálatos hírem. Charlotte eljön az esküvőnkre. Amerigo végre megismered. Kedveltem Charlotte-ot. Az iskolatársnőid közül ő volt rád a legjobb hatással. Képzel csak elő, olyan finom lelkű és okos lány volt. Szinte a világ minden nyelvén beszélt. Én meg egy amerikai libuska. Félszeg és félénk. De a barátnőm lett. Mit nézegettek? Egy ritkaságot. Igazán csinos ajándék a vőregényedtől. És érint engem is, mert az az ősöm van rajta, akiről elneveztek. Amerigo. A híres Amerigo, aki Kolumbusz nyomában hajózott. Aztán úgy hozta az élet, hogy az új földrészt róla nevezték el, nem Kolumbuszról. Azóta minden egyes nemzedékből a család egyik fiát úgy hívják, hogy Amerigo. Amerigo. De most nekem fedez fel valamit, édes, híres Amerigom. Hozd el Charlotte-ot. Eszingeméknél lakik, de természetesen nálunk a helye. Megteszed? Elhozod a barátnőmet? Si. Úgy érzem, nem tisztességes dolog, hogy csak így magadra hagylak, apa. Magamra hagysz? Dehogy is hagysz magamra. Te és Amerigo csak ide a szomszédba költöztük, a Carlton House teresre. De ő meg én ketten leszünk, te meg egyedül. Elvisz a szimmetriánk. Szimmetriánk? Tehát azt akarod, hogy fennmaradjon. Talán én is házasodjam meg. Ha itt ennél megérteném, komolyan mondom. Mm. Csak magamnak rónám fel. Felrónád? Az Istenért, drágám. Néha olyan csacsi gyerek vagy. Tudod, itt ezt úgy mondják, hogy szamárság. Odaállt Amerikában, azt szoktuk mondani rá, hogy na, mit mondunk rá? Zöldségeket beszél. Igen, ez a zöldségeket beszélsz. Csodálatos, amit tettél vele, Fanny. Ez így van. Én sem találhatnék jobbat neki. Megint tökéletes. Önmagában is az, és az apjával együtt is. Csodát műveltél ezzel a bemutatással. Veled is szívesen művelnék valami csodát, Charlotte. Nem töltheted azzal az életet, hogy másoknál vendégeskedsz. Te ragyogásra születtél, és nem szegénynek. Belül nem vagy szegény, Charlotte. De mégiscsak az vagyok. Szegény. Tehát nem mondtad el Maggie-nek? Hogy jól ismered a herceget? Nem. Szerintem ez lesz a legjobb megoldás. Mindenki tiszta lappal indulhat. Tiszta lappal?
Épp mondom a hercegnek, hogy csak róla hallunk és a nagy eseményről. Ezen mind át kell, hogy essünk, barátom. Fanny vigyázni fog rám. Igen, Fanny mindenkire vigyáz. Akkor nincs baj. Már hogy lenne baj? Nem szabadult meg tőlem. Csak örülök, hogy visszatért. Nem mulaszthattam el megijesküvőjét. Nem mulaszthat el semmit. És Baden-Baden borzalmas hely. Az a sok szálloda, sok ember, a boltokban csupa közönséges portéka, rózsaszín cipő és napernyő. Csupa vacak, nincs épeszű ember, aki megvenné. Így igaz. El kellett jönnöm, mert nem találtam olyan nászajándékot, ami méltó lenne Maggiehez. Segítsen keresni valamit, herceg. Tudom, Rómából milyen jól alkudozik. Igen, Rómában a jámbor olaszaimmal, de itt Londonban nem vagyok olyan ügyes. Nincs semmi olyan, amit ő viselhetne. És olyan sincs, amit te viselhetnél? Ajándékot vennél nekem? Elfogadnád? És ha igen, mit csináljak vele? Viselt. És ha igen, mondjam el Maggienek, hogy tőled kaptam ajándékba. Ugyan miért nem mondhatnád el? Látod, ezért jöttem vissza. Hogy veled legyek, úgy, mint Rómában. Charlotte, miért mondod ezt? Azért, mert igaz. De nem szabad. Ki akarom mondani? Azt akarom, hogy tudd. Csak azért jöttem vissza, hogy még egyszer együtt legyünk azelőtt, amire készülsz. Nem kérek tőled semmit a világon. Mit is kérhetnék? Csak egy-két kurta óra. Igen. Arra, hogy nász ajándékot vegyünk a barátnőnek. El kellett jönnöm, úgy hiányoztál már, hogy majd megszakadt. Tetszik önnek? Neked tetszik? Miből van? Hibátlan hegyi kristályból csiszolták. Tökéletes. Garantálom, hogy nem találnak sem repedést, sem illesztést rajta. Akkor sem, ha lekaparnám az aranyat róla? Megvárlak az utcán. Nem tudnál lekaparni róla, ismeretlen módszerrel vitték fel. Rejtett hibája van talán? A barátnőmnek szánom ajándékba. Ha nem makulátlan, nekem tudnom kell. Ebben sose lel hibát a hölgy. Hadd gondolkozzam rajta. Addig elteszem önnek. Köszönöm. Azt hiszem, ez lesz az igazi. Hát nem láttad? Ugyan. A repedést rajta. Nincs rajta repedés. Én csak azt láttam, hogy gyönyörű. Ezért veszélyes. Veszélyes? A házasságodra? A boldogságodra? Mindkettőre. Tudod, milyen babonás vagyok. Fons, Eden Werwer bérelt kastélya, 1905. Itt a papa Donald. Stellino. Coccolino di papà, tesoro mio. Tegyük vissza. Ó, de szép vagy. Volnánk. Úgy vártalak, Istenem, de örülök, hogy eljöttél. Hát, én, hogy itt lehetek. Ugye,
Ugye pontosan ilyennek képzelted? Nem hittem, hogy ilyen csodálatos. Látod, apám is megjelent a fogadásodra. Üdvözlöm, Fonz Vasárnapot. Nagyon köszönöm a meghívást, Mr. Werber. Később ért a vonata a Viktóriára, de végre itt van. Épp és egészséges. Csak egy percet sem aludt, már is viszem a szobájába. Okosan tesszük. Majd később beszélgettek. Jó, Megi a hörőszobát választotta. Van benne két csodálatos Canaletto kép a házról, de sajnos nem a miénk. Jaj, de örülök, hogy itt vagy. Mind hálásak vagyunk érte, mert mind szeretünk. Ó, tudom, Charlotte-nak mindenki hálás, aki vele lehet. A tiéd lesz a legszebb szoba, és ígérem, hogy nincs benne kísértet. Itt van Charlotte. Charlotte. Elfárasztotta az utazás, már is ágyba dugom. Dehogy vagyok fáradt. Vendég vagy a házunkban, szót kell fogadnod. Indulás pihenni. Tudod, hogy mit gondolok? Azt, hogy egy kis honvágyad van. Itt az én otthonom. De hiányzik Itália. Természetes, hogy visszavágyol Rómába, amilyen nagy római vagy. Most semmi akadálya, hogy elmenjünk. Úgy érzed most, hogy itt van Charlotte? A legnagyobb lelki nyugalommal itt hagynám apát és a Principinót mellette. Mert Charlotte ugye nagyon rátermett. Igen, és gyakorlatias is. Rászorította az élet. De romantikus is. Élre, ne paese. Élre. Élre, ne paese. Élre. Élre. Devastati dalla lama. El kell mennünk. Hadd javuljon kissé a pocsék kiejtése. Ó, Istenem, de jó lesz Rómában. Csak te meg én. Kettesben. Együtt. Nagyon szépen játszott, Charlotte. Nagyon szépen. Tudja, kik ezek a hölgyek? Les dames de qualité? Fogalmam sincs róla, kik ezek. A nevükről sem. A házhoz tartoznak. Ki volt a festő? A festőjük? Baricsa Jótékony Feledés a nevét. Charlotte, jöjjön át a dolgozószobámba, hadd mutassak valamit. Jöjjön velem. Nézze, egy igazi Raffaello. Ez a legelső rajza, amit megszereztem. Szerencsém volt az évek során. És ma már 5 van. Újabb már nem igen bukkan fel a piacon. Ez a legújabb szerzeményem. De vajon Raffaello rajza? Vagy Perugino-é, a mesteré? Nagyon szép. Bárki büszke lenne rá. Nem gondolja? De. Ezeket mindig magammal viszem. Na, márhova megyek is. Otthon érzem magam tőlük, a sok bérelt lakásban, ahol élünk. Akár a régió barátok. Elkísérnek engem mindenüvé. Levelet kaptam bizonyos Gutermann Szúztól. Azt írja, rendkívül érdekesek a török kerámiái. Meg akarom látogatni Mr. Gutermann Szúzt. Hát, ha rábukkanok valami szépre. Amíg Megi férhez nem ment, mindig őt vittem magammal. Nem hagyhattam egyedül a szállodában, és ugye az anyja halála után sajnos magunkra maradtunk ő meg én. Nos, 10 éves korától végiglátogatta Európa minden műkereskedőjét, még az olyan kétes elemeket is,
akik lopott holmit adnak, vesznek félreeső sikátorok zugaiban. Ez az American City-ben építendő múzeum tervrajza, meg akarja nézni? Az a becsvágyam, hogy emeljek egy római palotát ott a sivár kőrengedek közepén. Itt lesz a képtár, a középkori gyűjtemény, az antik szobortár. De a városi ábor-polgárai nincsenek kibékülve az antik szoborokkal. Hiányolják róluk a fügefa levelet. Azt is mondták, hogy barna papírfürdőruhát húzzak az aktokra. Így adották meg valamikor az oficiban. Nevetséges. Nem érdemlik meg a jóságát. Azt hiszem, jobban szeretnének egy új gázgyárat American Citynek, ahol a vagyonom alapját szereztem. Az ő zsíros szenükből, ami a világ legjobban kokszolható kőszene. Meg a bevándorlók munkájából, akik fűtik a kemencéket. Akkor még 12 órát dolgoztak a hét minden napján, évről évre. Életükben nem látnak semmi szépet. Adni akarok nekik valamit. Valami viszonzást. Többet a fekete szénrögöknél. Úgy érzem, meg kell tennem. El kell vinnem nekik minden kincsemet. Mindezt ezért vásárolom. Ezért járok kalózként rabuló portjaimra. Ezért keresek és fosztogatok. Aztán meg elrejtem a zsákmányt. Elhelyezem itt, Párizsban, Olasz és Magyarországban. Páncéltermekben, raktárakban. De egyszer majd összecsomagolom, és hazaviszek mindent magammal. És minden ide kerül. Igen, a hálátlan polgárokhoz, American Citybe. Ez hát a tervem a jövőre. A dilemmám csupán az, hogy ez túl nagy feladat egy embernek. Nem kellett volna feltartanom, hiszen azt ígérte, vigyázzak magára. Megi nekem épp a fordítottját mondta. Nos, bárhogy legyen is, én tudom, borzasztóan örül, hogy ilyen jól megférünk egymással. Megi nagyon nem szeret magamra hagyni. Azt a szamárságot képzeli olyankor, hogy cserben hagy. Hát én úgy gondolom, hogy ha egy lány férjhez megy, akkor lényegében elhagyja az apját. Talán. Lényegében. De engem bánt, ha Megi bánkódik. Én miattam. Jó, csak beszélek és feltartom magát megint. Nem, szó sincs róla. Ja, most már igazán későre jár. Charlotte? Jó, hogy tovább maradt. Nagyon szeretek itt lenni. Ha elmegyek Camberwellbe, hogy megnézzem Gutermans húsz török csempéit... Kísérjem el magát? Nagy örömmel tenném. Csodálatos. Jó éjt, Charlotte. Jó éjt. Palazzo Ugolini. Egy hónappal később. Erősen kapaszkodj meg! Végre összeszedtem a bátorságomat, és feleségül kértem Charlotte-ot. És ez a nagyszerű teremtés azt felelte, igen, feltéve, hogy Megé és a herceg hozzájárul. Indulunk Rómába, hogy személyesen kérdezzük meg, és erősen reméljük, hogy áldásotokat adjátok ránk. Az áldásunkat! Élünk persze az alkalommal, és megtekintjük, hogyan szépült meg a palazzo, amiről olyan részletesen beszámolsz. Egy pár nap is, mikor hírta? 4-én, szerdán ide is érnek, vagy legkésőbb csütörtökön. Charlotte! Apa!
Mutasd meg Charlotte-nak a palázzót, még nem is látta. Égek a vágytól, hogy maga a várúr legyen a kalauzom. Kár, hogy nem láttad, mi volt itt 2 évvel ezelőtt. Kis csoda, ahogy rendbe hozták. Körbe viszed? Itt volt hajdan az első herceg múmia múzeuma, talán még emlékszel rá. Ahányszor visszatért a csatából, hazahozta a foglyait a várba, megölte és kitömette őket, és aztán... Régi szép Itália. Nem férünk el egymás mellett, túl nagy ez a kalap. Pedig igazán szép kapitális példány. A vőlegényem ajándéka. De még nincs meg a jóváhagyásod. Nem mondtál semmit. Nem is örülsz, hogy ilyen virulóan fiatal anyósod lesz? A nagy bátorságot követ el, amire készülsz. És nem csupán tőled. Mindkettőnktől. Szükség lesz minden finom tapintatukra, Charlotte, irántuk. És minden erőnkre. Olyan jók és kedvesek. Hát hogyne. Nagyon jó gyerekek. És jó gyerekek gyerekei. Képzeld, elkísért a minap egy műgyűjtőhöz, ahogy te szoktad, emlékszel? Ha-ho! Emlékszel? Itt vagyunk! Ha-ho! London 3 évvel később. A Lancaster ház bálja. De remek lenne, ha... Oké, kedvesem. Lord és Lady Carstuk. Micsoda megtudás. Jó estét, asszony. Hát még csoda kedves jelmez. Rajta a mai divat a jelmez. Szép pár ők ketten, az biztos. Párnak nevezel egy mostuha anyát és a vejét? Mi más mondjak, ha együtt mutatkoznak itt és mindenütt? Nem is tudom, mit képzel ez a nő. Mit csináljon vele? Mit vársz tőle? Maradjon bezárva Mr. Ferver egyik vitrínjében a többi szép darab mellett. Három éjjel egy húzamban, ő mondta személyesen. Csak Lódit. Ne szélsen meg. Úgysem hiszem el, amit mond. Fanny! Hallom, nincs jól a férjed. Valami komolyabb baj? Nem, drágám. Ha beteg lenne, nem hagynám magára. De megi aggódik érte. Mindenért aggódik, tudod. Ha az apjáról van szó. Nem volna helyén való, ha a felesége aggódna így érte, és nem a lánya? Tudod, hogy vannak ők ezzel? Apa és lánya csak kettesben igazán boldogok. És örökké így rendezik. Elmegyek hozzád a Cleveland Row-ra. Nem, én megyek hozzád a Carlton House Terrace-re. Akár 2 gyerek, akik babazsúrra hívják egymást. Imádják ezt. A meghitt együttlét. És te mit csinálsz olyankor? Nekem a meghitt egyedülét marad. És a herceg? Mi egy hajóban nevezünk. De te Mr. Verver hajójában vagy. Talán nincs a herceg és Mr. Verver hajójában. Hol volna, ha nem ott lenne? És te hol volna? Éppen ez az. Oda vagyok erősítve hozzá. Mélyebb beleszúrva akár egy párnába a gombostű. Jó estét, Signora! A királyi fenség kifejezte óhaját, hogy megismerje önt. Engem ért a tisztesség, hogy bemutassam ő királyi fenségének. Milyen csodát akarod a fenség éppen tőlem? Nyomban menned kell, az ő haja parancs. Önnel hívatják Charlotte? Nem, drágám, látta, hogy kivel, az olasz nagykövettel. De ő az ön követe, Charlotte pedig a tartozéka. Még hogy a tartozékom, de karamia, miket beszél? Észrevettem már ezt magán, szeret birtokolni valamit, de úgy, hogy nem nevezi a nevén. Én sem félek másnál kevésbé a nevén nevezni bármit. Akkor hadd nevezzem hát néven. Mrs. Verver legyen kicsit kevésbé az ön anyósa, és jobban a férje felesége. Ahhoz az kellene, hogy Mr. Verver is jobban a felesége férje legyen.
Charlotte nem holmi tartozék. Ő egy ragyogó, csodálatos teremtés a saját jogán. A felesége is az. Higgy el, Kare. Én is nagyon jól tudom, hogy milyen szerencsém van a feleségemmel, és az apósommal, és az anyósommal, és a barátnőmmel. Vár minket a fotográfus. Menjünk. Ebben a pózban, asszonyom? Igen. Akkor exponálok. Nagyszerű lesz. Most még egyszer. Tökéletes. Tovább. Felkészül? Szé. Rendben van. Kényelmes a póz? Igen. Akkor exponálok. Jó. Tovább. A csodába. Felvennéd nekem, Bob? Hogyne. Nem értem, hogy miért hibáztatod magad. Kapott gazdag feleséget, ő meg gazdag férjed. Én mutattam be neki meg itt. Segítettem, mert bíztam benne. És bízom is. Tehát csak Charlotte-ra zúdul minden mérget? De hát miért nem hagyja őt nyugton? Talán ő nem akar nyugton maradni. Ne felejtsd el, hogy nincs az égvilágon semmi dolga. Szegény kicsi Maggie. Hibáztam, amikor titkolóztam. Na és ha ismerték egymást korábban, ez miért baj? Soha sem értettem, miért nem mondtad meg. Vannak olyan dolgok, amelyekről Maggie jobb, ha nem tud. Te nem így érzed? Védenünk kell az ártatlanságát. Ha így van, akkor nem is csoda, hogy a herceg unatkozik vele. Épeszű férfinak asszony kell, nem pedig egy tudatlan gyerek. Feküdjünk le. Feküdjünk le. Te ezzel oldanál meg mindent. Gyere, te gazkerítőnő! Jó napot, asszonyom! Köszönöm! Köszönöm, hölgyem! Gyűjte! Miért bérkocsival jöttél? Hol az autód? Ma otthon hagytam. Azt akartam tenni, ami tetszik, úgy, mint régen. Hát, nem emlékszem, hogy régen tetszett neked a kényelmetlenség. Úgy érzem, hogy akkor minden tetszett. A régi érzések pedig visszatérnek. Feltámadnak. Élnek. Ahogy visszatér minden. Biztosan nagyon várod már a teát. Hadd töltsek egy csészével, jó erős. Maggie elvitte a fiút a Clevelandre, óra. Mint mindig. 11-kor jöttek, és még ott vannak. Vajon mit gondolhatnak? Én mit csinálok? Mi megy végbe bennem, amíg olyan boldogok? És mi megy végbe benned? Természetesen én csak boldog vagyok, hogy boldogok, és hogy úgy imádják a fiamat. A te fiadat persze ugyanígy imádnák. Nekem nem lesz soha. Soha? Soha. Pedig biztosan jót tett volna neked. Több kellett volna ahhoz a gyerekemnél. Nem lett volna elég 10 gyerek sem, ha lehetett volna, hogy őket elválassza. Nem furcsa, hogy te meg én ilyen borzasztóan egyedül vagyunk?
Mert ők olyan borzasztóan együtt vannak. Igen. És ez megdöbbent. Néha már úgy érzem, hogy nem jobban, épp ellenkezőleg, egyre kevésbé értem a családot, amelybe belenősültem. Amerikaiak. Annyira mások. Engem megértesz? Ez nem csoda. Te olyan vagy, mint én. Úgy érted, egy talján szörnyeteg? Nem. Nem. Egy amerikai szörnyeteg. És ők? Ők naívak. Nyíltak és jók. Ezért kell megvédenünk őket. Nem ebben egyeztünk meg Rómában valamikor? Ketten összefogunk, hogy óvjuk, oltalmazzuk őket. Igen, fogjunk össze mi ketten. Valahogy úgy, ahogy ők. Ha hazamész most, mit mondasz, hol voltál? Azt mondom, hogy itt voltam. Elűztem kicsikét a magányodat. Mi más tehetnénk? Mi más tehetnénk, kedvesem? Meghívottok meccsembe. Itt van minden, uram. Köszönöm. Mi tegnap kaptuk meg. Jól érezzük magunkat, meglátod. A meccsemi hétvége jó mulatság. Á, csomagolsz már hétvégére. Hallom, te mégsem jössz. Megi mondta meg neked, ugye? Megkértem rá. Én magam nem mertem megmondani. Igazán nagy kár. Ha te nem is, ő élvezné. Nem megyen a csacsi gyerek. Én megpróbáltam rábeszélni. Ha másért nem, legalább Amerigót ne fossza meg a mulatságtól. Amerigo eljön velem. Nem állítatok be meccsembe egyedül. Úgy érted, megkérjük, hogy hagyja itt meg itt. Szerintem szívesebben marad a feleségével. Szerintem is. De nem várhatod el, hogy ez az egész az én vállamra nehezedjen. Persze, hogy nem. Mondd szívem, összedőlne a világ, ha te sem mennél el most. Jó. Jó, rendben van, menj csak. Hadd lássa a világ a szépségedet teljes pompájában. Kár lenne azt csak egy félre fecsérelni. Te is tudod, Adam, hogy nem rejtőzhetünk el folyton a világ elől. Vannak társasági kötelezettségeink. Akár tetszik, akár nem. Igen, igen, tudom. Beszéltél már vele? Kivel? Amerigóval. Mi volt a válasza? A válasza? Arra, hogy csak ti menjetek el meccsembe. Mit mondhatna? Elvégre ti akartátok, nem ő és nem is én. Ha nélkülem mész, nagyon sajnálni fog mindenki, amiért. Feleségül mentél egy rideg emberhez, aki nem hajlandó eljárni sehová. Bizony, ezt mondják majd. Csak hadd mondjanak, amit akarnak. Mi meg azt tesszük, amit mi akarunk. Igen, fütyülünk rájuk. Az a fő, hogy tiszta az ember lelkiismerete. Mit szólnál ehhez, szívem? Ez talán a legszebb. Próbáljuk csak fel. Nagyon szép. Ah!
Hogy csalhat a biciklizés? Az olaszok nagyon formafontak. Az ősei között egy pápa is volt, nem is beszélve a sok bíborosról, meg a több tucatnyi gyerekükről. Ha ez nem csalás, szeretném tudni, mi az. Ezek a nagy rómaiak azt tartják, aut Cézár, aut nihil, vagy császár, vagy semmi. Aut vincere, aut morir, győzni vagy bravo. Meghalni. Szép volt. Bravo, herceg, bravissimo. Isten áll. Hé, elég volt, én nem játszom ilyen. Csipröcskölni, kölcsön szóltam, visszajár. Nem, én nem hiszem, hogy Maggie és az apja élvezné ezt. Ha nekik nem jó mulatság, magának miért jó? Az a fő, hogy nem kell szégyenkeznie miattam, Fanny. Most már 4 éve azt szerint élek, és gondolkodom, hogy megfeleljek Maggie-nek és az apjának. De muszáj néha napján elszöknem onnét, hogy szabadon lélegezzek. Vagyis olykor a maga módján akar szórakozni. Ha ezt akarnám, nem itt volnék, hanem ott, ahová tartozom. Ahol még a levegőt is jobb beszívni. Most is visszavágyik? Rómába. Mi mást gondolt? Minden percben. Minden porcikámmal. Jaj, engem szédít ez a holdvilág. Fejemben nincs is más, mint csacskaság. Lebeny, röpeny, meg nem állunk közben. Magával röpít ez a tánc. Biztos benne, hogy ez volt a jó licit? Talán kicsit alacsony volt. Miért nem vár még egy kört? Jó ez így, én biztosra megyek. Mint a holdfény szívít ez az éj. Van köztük valami, nem gondolja? Már hogy ne lenne. De jobb, ha vigyázunk. Ez nem Isten. De. Mr. Blinknek nagyon szép a hangja. Igen, de még gyakorolnunk kell. Ha mindenki elmegy, holnap mi itt maradunk. Nem lenne jó mulatság, ha önök is maradnának. Csak mi 4-esben. Mert van kedve hozzá? Vége a napnak, és jő az est, balga szívem, ha egy érzés belem metsz. Jaj, engem szédít ez a holdvilág! Fejemben nincs is más, mint csacskaság. Röpeny, röpeny, meg nem állunk közben. Magával röpít ez a tánc. A bőröm borzong, ha hogy felkél. És a tánc jobban vonzma mindennél. Átáncolnám most az éjszakát, ha a hold fent úszik az égen át. Bob és én szívesen megyünk bármelyik vonattal, amelyik megfelel nektek. Nem is értem, alig találkoztam veled egész hétvégén. Ó, szörnyen aranyos vagy, drágám. De megígértük, Amerigo és én, hogy itt maradunk holnap ebédig. Itt maradtok? Igen. Igen, Charlotte megígérte a háziasszonynak. Elég bosszantó, hiszen így itt kell maradnom nekem is. Charlottal kell maradni. Illendően haza kell kísérnem. Mr. Verver és Maggie elvárja tőlem, tudom. Hát hogyne? De megkérhetném magát valamire. Hát hogyne? Kérem, üzenjen a Cleveland Road-ra, hogy itt fogtak bennünket, de vacsora időre biztosan hazaérünk. Ennél többet is teszek. Egyenest oda megyek és beszámolok arról, mi a helyzet magával és Charlottal.
Ez nagyon kedves. Igen, és azt is mondja meg, hogy azért elviseljük. Hogy elviselik? Igen. Jó. Nyugalom. Nem kell félned Fennytől. Inkább tőled félek néha. Nem tőle. Ne félj. Igazán nem mondhatja azt a feleségednek. Bocsáss meg, drágám, hogy összehoztam veled. Nagy tévedés volt. Nem volt az. Jól tette. Rendjén van minden. Akkor ezt mondom én is. Hiszen boldogok, és mi is azok lehetünk. Ha nagyon közönséges volnék, azt mondanám. Így biztonságban vagyunk. Jó hét, drágám. Á, ön az herceg. Valósággal szembekötősdit játszunk itt. Az ördög tudja, mibe botlik bele az ember. Hát akkor jó ét. Igen, jó ét Fennynek is, és aludjanak nagyon jól. Én úgy alszom, mint a bunda, csak Fenny emészti magát. Hm? Ó, szegény. Ugyan miért emészti magát? Ne is kérdezze, ez magas az én jámbor fejemnek. Metafizika, pszichológia. Beszéltél kint valakivel? Hallottam. Nyilván magamban beszéltem megint. Öregszem. Ne hazudj még te is. Épp elegen művelik ezt velem. És én mit hazudjak meginek holnap? Miért mondanál bármit? Azt mondtad, védeni kell az ártatlanságát. Igen, de ha túl sokáig marad ártatlan, elveszítheti a férjét. Nem hiszem, hogy komoly ez a Charlotte ügy. Nem szeretjük a könnyű zsákmányt. Szokatlan éleslátás. Ilyen jártas vagy a szerelem dolgaiban? Dehogy vagyok. A szív sötét titkait inkább rád bízom. Csak arra vigyázok, hogy ne kerülj bajba miattuk. Engem szédít ez a holfi. Tisztábban, kis hamis. És négy után csak kezd. Legyen türelmes. Jaj, engem szédít ez a holdirág. Fejemben nincs is más, mint csocskaság. Lepenj, röppenj, meg nem állok közben. Magával röpít ez a tánc. Charlotte-ot keresi, ugye? Azt hiszem, ő éppen önt keresi. Vadászik önre. Szimatol ön után. Ne szóljon bele, nem a maga dolga. Az a dolgom, hogy tanítgassam magát. A bőröm borzong, ha holt felkél, és a tánc jobban la 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 la. Magával röpít ez a tánc. Jaj, engem szédít ez a hold. Elmúlt már 11 óra. És ha itt várunk az ebédre, akkor mi marad a délutánunkból? Miért várjuk meg az ebédet? Hát a háziasszony... Neki nem is jutunk eszébe. Nem érdekli, csak Mr. Blint. Ja. Itt van Gloucester nem messze. Szép a székesegyháza, és mindenki tudja, hogy ha alkalmunk nyílik rá, megállunk székesegyházat nézni. Megtudtam a fogadó nevét. Kettő volt, a jobbikat választottam. Majd meglátod. Ó, te bestia. Honnan tudod, hogy erre gondoltam én is? 10 mérföldről megérzem, mert mi mindig egyet gondolunk. Ezt hívják harmóniának. Menj, ahol mit ért. Ahol mindent hamar. Siess! Siess! Brest! Presto!
Köszönöm, uram! Gilde! Valamelyik híres király sírja van benne. Rendkívül érdekes. Második Richardé, vagy második Edwardé? Azt tudom, hogy meggyilkolták felháborítóan gonosz kegyetlenséggel. Azt hittem, hogy ez csak nálunk olaszoknál szokás. Ó, ti gasztaljának. Vagy mérgeztek, vagy nyársaltok. Lehet, hogy nem érünk az a vacsorára. Talán nem is veszik észre. Hogyan is hihetik komolyan egy férfi, hogy egy másik egyedül lehet anélkül egy nővel? Olyan ragyogóval lette. Mint Ádám és Éva a bűnbeesés előtt. Az képtelenség. Igen, képtelenség. Miért vagy sötétben? Nem jött meg a távirat, hogy lekéstük a vonatot? De. Figyelmes volt tőled, hogy elküldted. Vacsoráztál? Apával. Együtt voltunk, mikor megjött a távirat. Ó, most látom, hogy új ruhád van. Igazán csinos. Tényleg tetszik? Ezt vettem fel a vacsorához. Hogy örülj. Vacsoráztál? Valami rémeset. Kalandos útközben. Fanny elmondta, hogy sikere volt Charlotte-nak meccsemben. És büszkék vagyunk a szép, nagyvilági Mrs. Ververre. És hogy Lady Castledine nem tudott megválni tőle, és ott tartotta. Így aztán engem is ott tartott vele. Charlotte nem jöhetett haza egyedül? Persze, hogy nem. Apa azt mondta, helyesen tetted. Csak ugyan? Azt hittem, aludni fogsz már. Sehogy se tudtam. Nagyon hiányoztál. Vártalak. Elmeséljem, hogy milyen kalandok értek. Téged és Charlotte-ot? Igen. Meg akartuk nézni a székesegyházat Gloucesterben. Igen, az egy nagyon híres székesegyház, azt hiszem. Van ott kolostor is. Igen. És egy angol király sírja. A fiunk már alszik. Órák óta. Melyik király? Ne tessék. Melyik király sírja van Gloucesterben? Talán második Richardé, vagy a második Edwardé. Elfelejtettem. Ne ébreszd fel! És mi volt még? Mi még az ostoba vonat lekésésen kívül?
Hol vacsoráztatok? Egy elég silány kis fogadóban, és valami elég silány ételt, hogy is hívták, vagy csak... Igen, pásztorpecsenyének. Angol konyha. És ti mit csináltatok? Együtt voltunk apával. Fennmaradtunk este. Minden este? Ti pénteken mentetek el, szombat és vasárnap. Akkor visszatértünk a Carlton House teraszre, mert arra gondoltunk, hogy talán korábban jöttök vissza, nem pedig... Nem pedig? Nem később. Nagyon különös álmom volt vasárnap. Valóságos rémálom. Biztosan féltél egyedül. Miért nem maradtál apádnál a Cleveland Road? Nem attól volt, hogy féltem. Rendes álomként kezdődött, nem rémálomként. Egy gyönyörű pagodában voltam. Csupa drága kő, meg színes porcelán volt a fala. Szerettem ott lenni, és boldog voltam. Azt hiszem, az voltam. De aztán furcsa dolog történt. Nem tudom leírni, de megszólalt egy furcsa hang. Nem, inkább egy érzés, mintha azt mondta volna, vigyázat. A falhoz nyúltam, ahhoz a szép porcelánhoz, és akkor csendült fel a hang. Úgy, mint mikor egy kulccsal érsz valamihez, és az olyan hangot ad ki, hogy hallani meg van repedve. Igen, azt hallottam, hogy a pagoda fala megrepett. És az álomból rémálom lett, mert úgy éreztem, nincs menekvés. Széthullik ezer darabra minden, és élve eltemet. A fal már megmozdult. De tudod, mitől féltem a legjobban? Hogy apa meghallja, hogy rabul ejtett. Az a repett falu pagoda, tudtam, hogy nem tudhatja. Nem sejtheti, hogy veszélyben vagyok, nem sikíthatok. És arra ébredtem fel, hogy a számba tömtem a takarót, hogy elfojtsam a sikoltást. Nehogy apa meghalljon valamit. És ő? Ő semmit sem kérdezett tőled? Egy szót sem. Az a téma, hogy hol voltunk, vagy miért késtük le a vonatot, úgy látszik, egyáltalán nem érdekelte. De mit gondolhat? Nála sosem lehet tudni. Azt hiszem, még meg is se tudja, mit gondol. Együtt vannak éppen. És persze fogalmunk sincs, mit mond az apjának. Vagy hogy mit mondanak egymásnak. Kettőnkről? Akármiről. Mi az ördögnek találkoztunk éppen itt? Mert akit ismerünk, vagy ismer bennünket, az soha nem jönne el ide. Igen, most mutatkozzunk kevesebbet együtt. Ha együtt vagyunk, az ő hibájuk. Miattuk megyünk mindenhová együtt, mert ők otthon ülnek és tervezgetnek. A legújabb terv. A férjem el akarja vinni a feleségedet Spanyolországba, megnézni egy eladogóját. Csak kettesben, ahogy régen voltak együtt. Itt maradnánk ketten. Ahogy régen mi voltunk együtt. Nem láthatnak bennünket egyedül. És ők sem maradhatnak egyedül. Másképpen kell párba állni. Hogy? Mi a nagy ötleted? Most mit fundáltál ki? Az ötletem egészen egyszerű. Borsucka, hátam tőlük. Élelmetesen többet légy a férjemmel, én többet a feleségeddel. Csak átmenetileg. Nézd! Menjünk innen.
Hallom, eladó egy gólyakép Spanyolországban. Igen, fennáll a lehetősége. Megkitől tudja? Charlottól. Ah. Azt mondta, esetleg magával viszi meg itt, ha elmegy megnézni. Ezt tervezzük, feltéve, hogy ön beleegyezik. Ha meg is így kívánja, akkor... Igen, persze. Az ember azt teszi, amit a felesége kíván. Mert ilyen eszményi férjek vagyunk mindketten. Te nem félsz, nagypapa? Ó, te félsz? Á, de dehogy. Te nem ijedsz meg egy könnyen, ugye? Nem úgy, mint szegény öreg nagyapád. Nem tudom elképzelni, uram, hogy bármitől is félne a világon. Ó, látja, ilyen kevéssé ismer. Állandóan a torkomban dobog a szívem, mert félek, hogy bajra esik a fiúnak. Vagy neginek, hogy esetleg megbántja valaki. Nem is tudom, mire lennék képes abban az esetben, ha bántanák. Tehát félek, még önmagamtól is. Attól, amit tennék, ha bántaná valaki. Volt egy furcsa esetem. Jó néhány éve történt. Párizsban. Még az első ott jártam, akkor a nászútunkon Megi anyjával. Ültünk egy étteremben. És egy férfi egy másik asztaltól fixírozta a feleségemet. És nekem ez persze nagyon nem tetszett. Felkaptam egy kést az asztalról, aztán odarontottam hozzá, és... Azt hiszem, nem is a szeletelőkéssel, hanem csak a vajkenőkéssel. Még ma is látom, ahogy rám nézett, ostobán a döbbenettől. Akkor komolyan úgy gondoltam, hogy leszúrom. Csak egy idő múlva éreztem, hogy a feleségem belém csimpaszkodik, és leengedtem a kezem, és leejtettem a kést. Kivezetett onnan, sűrűn kérve a bocsánatot jobbra-balra. Akkor először is utoljára nem fizettem ki a számlát. De nem szaladtak utánunk. Azt hiszem, halálosan féltek attól a megvadult amerikaitól. Őrült ez a Monsieur Vervé? Miért nincs soha olyasmi, amit megehetnék? Nincs semmi gusztusos. Ehhez mit szólsz? Utálja az aszpikot. A libát kóstold megedem. Mi ez a kicsi madár? Azt hiszem galamb. Inkább a libából. Megi. Köszönöm. Említette aztán még a gólját, amit meg akar nézni Spanyolországban. Nem. És neked igen? Mégis jobb lenne, Charlotte, ha te mennél el vele. Nagyon szívesen. Én történetesen örülök a férjem társaságának. De nem tudom, örül-e az enyémnek a tiéd helyett. Hogy mondhatsz ilyet? Ez alig a titok. Ahogy az sem, hogy nem magamért vett feleségül. És nem önmagáért, csak a te kedvedért. A spanyol út most talán nem a legjobb ötlet. Hát csak ő nem ragaszkodik hozzá, vagy te nem ragaszkodsz. De te persze mindig azt akarod, amit ő. És Amerigo. Amerigo? A férjem. Azt is akarnom kell, amit a férjem kíván. Tudod, mit kíván? Te tudod? Megi. Istenem, hogy emészt a féltékenység. Ide elhozza a szép feleségét és mecsembe, nem? Mit tettünk, hogy ilyen csúnyán mellőz minket ön és az apja? Ilyen elbűvölő hölgyet nem szabad otthon hagyni. Legközelebb nem szabadul a horgomról. Remekül mulattunk. De édes ruha, ugye, Paken? Hadd lássam, mutasd, fordulj meg. Látja? Csodás. Divat terén nincs párja a franciáknak. Charles Brint, a hölgy Lucy Moncrief. Jó estét. Jöjjön, Charlie. Mulasson, Charlie. A gyémántjai valódiak, de a vörös haja festett. És a hosszú szempillája sem igazi. Sőt, a szeme is hamis, nem kedvelem. Ez az első eset, hogy azt hallom tőled, hogy nem kedvelsz valakit. Többször is kimondhatnád. Miről beszélget az ifjú pár? Nagyon vidám lehetett a hétvége Mecsenben. Ó, szörnyen unalmas volt. És Gloucester? Én is megnézném a székesegyházat. Amerigo, elvehetnénk meg itt Gloucesterbe. Igen, menjünk el mind a négyen.
építészetileg rendkívül érdekes. És úgy hallottam, történelmileg is. Ott van egy királysírja, aki is az? Második Richard. Valóban? Én úgy tudtam, második Edward. De úgy látszik, tévedtem. Mindjárt kezdődik. A Ritzben. Pénteken. Egy órakor. De elnök is. Ne félj. Mit akart a vörös macska tőled? Ki fürkészti, mit fürkésztem ki? Ő róla? Hát nevesen követ másra, aki maga sem büntelen. Jó tudni persze, mit tudnak a barátaink. Te sem vethetsz követ másra, Fanny. Miféle követ vetnék? Ha megtennéd, nagyon keményen visszarepülne a saját fejedre. Már megint lógsz, apa? Tudod, hogy rosszul tűröm a modern zenebonát. Mi ez egyébként? Gabrielka. Inkább harsány. Nos, Megi, úgy látszik, végül is nem tesszük meg azt a spanyol utat. Nem. Nem lenne szép velük szemben. Nem. Nem lenne becsületes. Úgy érzem, hogy rossz vagyok. Hozzád és Amerigóhoz. Miért? Mi rosszat tettél nekünk? Itt tartalak titeket a családigájában magammal, a Principinóval és Charlottal. Pedig mind a ketten a magatok útjára kívánkoztok. Ugyan, Megi. Az az ötleted, hogy átrendezel minket. Egyfelől a herceg meg én, és Charlott meg te másfelől. Talán nem lenne vicces? Hány házas pár van a világon, akik közt ilyen erős a kapcsolat? Ki olyan szerencsés, mint mi négyen, hogy ilyen csodálatosan összeillünk egymással? Hát, ha összeillünk, hadd javasoljak valami mást. Adjunk példát az összhangra most nyáron. Csak hogy vége, hála Istennek. Neked nem tetszett? Bocsánat. Köszönöm. Jó estét! Vajon mire gondolod, Fanny? Nem mondtad semmit, se gondol rólunk. Azt mondtad tőle, nem kell félni. Menj, foglalkozz a feleségeddel. És bíz bennem. Tudom, mit csinálok. Tudod? Tudod? Akkor te szerencsésebb vagy, mint én. Minden rendjén van. Emlékszel? Hát itt bujkáltok.
Megi segített megszöknöm a 20. század zenéjétől. És amíg itt üldögéltünk, igaz meg én, kikovácsoltunk egy ördögi terhet. Apa azt mondja, szeretne korán lemenni Fonzba az idén, ha nektek megfelel. Pompás lesz. Mind leutazhatunk együtt még a héten, hogyha van kedved. Menjünk inkább mi ketten előre. Ezen a hétvégén, ha akarod. És legyünk ott kettesben egy darabig. Tegyük újra lakályossá a kastélyt. Mit szólsz hozzá, Charlotte? Csodálatos. Jó. Amerigo? Igen. Csodálatos. Látod, Megi, milyen szerencsések vagyunk mi négyen. Hogy mindig tökéletesen egyetértünk minden elképzelésről. Tetszett a tánc jelenet? A következőt. Ebben a várban, amely a középkorban épült, egy egykori római erőd romjaira, itt esett meg hajdan a harmadik herceg feleségének és fiának híres, mondhatnám hírhedt kivégzése. A fiú Ugo a herceg kedvence volt, és ez arra sarkalta féltékeny bátyját, hogy apjukat Ugohoz és a mostoha anyjukhoz Parisinához vezesse. Ott is találták őket in flagranti delicto. A szeretőket azonnyomban elfogták és vesztőhelyre hurcolták. A fiú 16 éves volt, mostoha anyja kétszer annyi. A herceg hamarosan újra megnősült. A mindössze 11 éves aragóniai Eleonórát vette feleségül. A következő kép. A Castellót már messzi mérföldekről látni lehet. Milyen szörnyűségben kettejük közt? Legnevezetesebb látnivalója. A férjem és az apám felesége közt. Várat, az utóbbi években kívül belül restaurálták. Mai észre hogy érted ezt? Lennie kell valaminek. Szerinted van valami? Kegyetlen bosszú követte. A herceg megparancsolta, hogy a feleségét Parisinát és imádott fiát Ugót, az asszony titkos kedvesét azonnal fejezzék le. Egyébként az 5. herceg vette fel első ízben az Ugolini herceg nevet. Emellett az Amerigo nevet is viselte, híres tengerjáró atya fia után. Gyertek velünk, Fonzba felé, te is az ezredes. Rossz lenne nekem egyedül figyelnem és találgatnom, hogy mit hazudnak a szemembe. Charlotte megváltozott már irányunkban. Nem látta szívesen. Az ő háza. Az édesapám háza. A hercegről, jóképű férfiú és vígtekintetű. A sok szép lányt és asszonyt, kikre szemet vet, szép szóval vonja ágyába, és mind belé szeret. Erősebben vonzza őket, mint mágnes a vasat. Ez olyan üzletnek látszik, ahol talán találok valami csinos ritkaságot apa születésnapjára. Ez nagyon szép darab, de nem hiszem, hogy megfelelne az apámnak. Eden Werwer az apja. Á, igen. Az amerikai gyűjtő. Uh-huh. Tudja, én soha nem tudtam olyat adni neki, ami csak megközelítené is az ízlését. Bár van egy nagyon kedves elmélete. A szeretetből adott ajándék egészen külön kategória. Nyitott is egy külön vitrint az ilyeneknek. És az enyém mind ott vannak. Minden, amit csak adtam neki hosszú évek óta. Honnan veszed, hogy Charlotte ellened fordult? Biztosan csak képzelődöm. Ilyesmit nem képzelhetsz minden alap nélkül. Légből kapottan. Kell, hogy legyen indoka a gyanútnak. A tiédnek talán van? Mi az ott? Ó, ez már nagyon régóta itt van. Bizánci. Eltettem egyszer egy hölgynek, mert azt mondta, hogy visszajön érte. Egy hölgynek, aki egy úrral volt itt. Vigyázzon, nehéz. A férjével vagy a vőlegényével. Ennek most több mint 5 éve már. 1903. július 8-a. 3 nappal az esküvőm előtt. Nem tértek vissza. Tehát azt hiszem, bízvást mondhatom, hogy eladó a serleg. Mennyibe kerül? 300 fontba. Vigyázzunk. Ez éppen jó lesz apa különleges vitrinjébe. Volna szíves elküldeni? Házhoz szállítatom. Tartom szerencsémnek. Hol is volt Bizánc, kedvesem? Tudják, hogy tudom. Mit tudsz, drágám, az Isten szerelmére?
Azt, hogy a férjed és a mostohaanyád szerelmi viszonyt folytat a házadban és az apád házában? De hát ezt nem lehetne elviselni. Ez kibírhatatlan. Sok mindent elvisel, aki szeret. Kit szeret, a férjét vagy az apját? Aki szeret. Milyen üres a ház ilyenkor? Ha nincs itt Maggie és a fiú. És a herceg. Igen. Ó, Istenem, hogy hiányzik a kis családunk. Milyen áldás, drágám, hogy mi együtt vagyunk. Ezt szeretném megmutatni. Itt raktuk le a múzeum alapkövét. Ezt a házat lebontjuk a két utca között. American City panaszt emelt, hogy a múzeum építése sért egy új villamos koncessziót. De ez csak politikai kérdés, a kenőpénz megoldja. Ha kell, megveszem az utca mindkét oldalát. De ott kellene lennem, nem hagyhatok mindent az építésre. Nincs semmi akadálya, hogy odautaz. És annak van, hogy el ki is éri. Ha elindulnék, talán egy hét múlva velem tudnál jönni. Borzasztóan szeretnék. De nem lenne könnyű mindkettőnknek ilyen hamarjában elutazni. És hát nem mennél hosszú időre. Mit szólnál, ha együtt mennénk is hosszú időre? Ha ott is maradnánk, és nekivágnánk a nagy munkánknak, Charlotte. Te meg én együtt, nem később, nem majd egyszer, hanem már is. Nem! Rágondolni is rossz, hogy a gyűjteményed, hogy az összes kincsed ott lesz eltemetve. Szerinted az egy temető? A nyüzsgő American City? A kincseidnek igen, hogy nem akarják és nem is tudják megbecsülni őket, mintha egy sírba temetnéd őket. Sírba? A múzeumon, mint sír volt. Vannak nagyon szép sírok is. Láttál képeket a Taj Mahalról, amit egy indiai király épített imádott királynéjának? Igen, de a halála után. Persze. Kinek jutna eszébe, hogy még életében eltemessen egy királynét? Nincsenek ők oda az adományodért. Nekik villamos kell, nem pedig múzeum. Talán nem kell nekik, de az övék lesz.
Charlotte, én itt vacsorázom a dolgozószobámban. Egy halom levelet kell írnom ma este. Remélem, nincs kifogásod. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Elhozta az aranyserleget. Nagyon kedves öntől. Hercegné, ez valósággal hihetetlen véletlen. Említettem, hogy egy hölgy és egy úr meg akarta venni egyszer ezt az aranyserleget. És most mit látok itt? Ugyanazt a hölgyet és urat. Biztos ebben? Ilyen párt nem felejt el az ember. 5 év múltával sem. Az volt akkor a benyomásom, hogy jegyesek, vagy esetleg ifjú házasok. Mindegyik a másiknak keresett ajándékot. A hölgynek tetszett az aranyserlegem, az úrnak nem. Kinek állítsam ki a csekket? A.R. Jarvis. J.A.R.V.I.S. 300 font, ugye? Nem, hercegné, bocsánat. A fele is elegendő lesz. Ezért jöttem el önhöz személyesen. Be kell vallanom, hogy a serleg repett. Igen, megrepett a serleg. Most vettem észre, tudnia kell, ha az édesapjának szánja. Nem hibátlan darab. És ezért 150 font is méltányos ár lesz érte. Köszönöm, hercegné. Megijesztettél? Gyere ide, te papírcsákos húzvár! Jó estét! Jó estét! Ó, milyen szép vagy, édesem! Túl szép is a nagykövetünknek. Szegény ember sose tanulja meg, milyen legyen egy tisztességes banket. Á, az apádnak vett ajándék. Nem, kiderült róla, hogy valami egészen más. Pedig milyen gyönyörű. Első látásra, de valójában a serleg hibás. Hibás?
Én nem látok rajta hibát. Éppen ez a csalóka. Mert hiszen repett. Repett? Az aranyozása? Ó, Istenem, de nehéz. Ez hegyi kristály. És úgy gondolom, valamikor nagyon sokat ért. És most? Most csak egy aranyjal bevont, repett serleg. Nem tudom elhinni, szemre olyan tökéletes. Igen. Tökéletes csalás. Maggie. Édes, mi baj? Emlékszel, mit mondott az a kedves boltos a fiatal párról, akik egyszer meg akarták venni? Azt hiszem, fiatal párt mondott, de szeretőket értett. Itt rájuk ismert. És emlékezett a dátumra. 1903. július 8-a. Emlékszel, mit mondtam a boltban? 3 nappal az esküvőnk előtt. Köztük... Tehát kapcsolat volt. Érted? Attól függ, mit értesz ezzel. Azt értem, hogy olyan szoros kapcsolat volt köztük, hogy nekem nem mondhatták el. Azt sem, hogy korábban már találkoztak. És te nem tudtál semmit. Nem gyanítottál semmit. Semmit! Drága Fanny, tudom, akármit tettél is, vagy nem tettél, értem, történt, és a legjobb szándékkal. Nagyon igyekeztem azt tenni, ami a javodat szolgálja. Ebben biztos vagyok. Hiszek neked, Fanny. De most, ha jót akarsz nekem, hazudsz a kedvemért. Hazudsz apának, mert ő nem tudhatja meg. De biztos vagy abban, hogy nem tudja? Nem. Dehogy vagyok biztos. Csak az az egy biztos, hogy az első gondolata, hogy megkíméljen a fájdalomtól. Ezért nem mond semmit. Te meg őt kíméled. Igen. Ha ez az egész csak gyanú volna. De kezemben van a bizonyíték. És most, hogy létezik... Mi lenne, ha nem létezne? Ha nem bukkantál volna rá. De rábukkantam, Fanny. És most itt van, a hazug szépségével. Nézd. Tedd le, Fanny, az is fáj, ha látnom kell. Varázslat. Ha megengeded, az automobilotokon megyek a követségre, aztán visszaküldöm. Herceg? Ugye ráismersz? Nem. A serleg, amit majdnem megvettél Charlottal. Egy boltocskában, Bloomsbury-ben. Igen. 5 évvel ezelőtt. Igen. Persze. 3 nappal az esküvőd előtt. Igen, de az a te esküvőd is volt, szívem, és ez a fontos. Fontos volt, hogy... Kiruccanj egyedül Charlottal? Együtt kerestünk NASA ajándékot neked. Annyira szeretett volna adni neked valamit. Ez a boltos fickó mindenáron ránk akarta sózni a serleget, de én rögtön láttam rajta, hogy nem megfelelő, hogy repett. De most az enyém. Ajándék kettőtöktől. Mit akarsz ezzel mondani? Semmi többet. Ez mindent elmondott.
Hálás vagyok, amiért ott hagytátok, hogy rátaláljak. És biztos lehetek végre. Biztos? Miben? Abban, amit már régóta gyanítok. Nem hiszek, de félek tőle hónapok óta. És azóta nem szóltál nekem semmit? Semmit? Kara. Én ezt nem értem. Te vagy az érthetetlen. 5 éve nem mondasz semmit. Egy szót se. Az se, hogy ismeritek egymást korábbról. Még ezt is eltitkoltad előttem a házasság során. És ha megmondom, változtatott volna valamin? A házasságunkon? Valószínűleg nem, mert már akkor az elején is tudtam, hogy nem élhetek nélküled, és ezt te is nagyon jól tudtad. Csak szilleltet, hogy engem szeret. Nem. Hogy szereted apát. Nem. Miért nősült meg? Miért tette? Előtte jó volt, amíg 3-an voltunk, és aztán a fiunk. Nem kellett ide az a nő. Ha csak neked nem. Nekem csak te kell lesz. Most jobban, mint eddig bármikor. Azért mondod, mert tudom. És védened kell magadat és Charlotte-ot. De én nem titeket védelek. Mondott neked valamit? Apa nekem? Ő előbb halna meg. A felesége jobban tudja, tőle kérdezd. Eszemben sincs. Miért? Nem tőle kérdezem mindent? Talán nem látom, hogy mindent együtt rendeztek el. Kár érte. Kár, hogy Fanny összetörte. El akarta pusztítani a bizonyítékot. De nem lehetek többé olyan vak és ostoba. És te sem hihetsz már annak. Ha ezt hinném, nem te volnál, hanem én lennék. Borzasztóan ostoba. Mondd meg, mit akarsz? Azt akarom, hogy ne legyen csorba a boldogságunk. Ne legyen repett a serlek. És most még ajándékom sincs apának. Hadd vegyek helyetted valamit. Megint. Édes szívem, a szomszéd szobában vagy, és el akarom mondani ezt neked, de nem tudom. Írok hát neked nem úgy, mint a férjed, hanem mint egy szerelmes. Csordultig tele szerelemmel és félelemmel, hogy kimondjam. Az életem csak te vagy, csak te, semmi más. Nincsenek rá szavaim a te nyelveden, de még olaszul sem. Ezért tartsd a levelem a kezedben, tartsd meg, őrizd meg, kérlek. Tarts meg engem. Szervusz! Add ide a törölközőt. Sajnos apu nem engedi, hogy megfürdessük Olmót. Folyton amiatt aggódik, hogy összeszed valami kutya bajt. Merre van? Olmo, a kis teremben csapják a hűhót körülötte. Menj, mondd meg Amerigónak, hogy egy kutya néha nem akar játszani. Nem azért, mert beteg, csak mert álmos és lusta. Jó van. Megcsiklandozlak, megcsikizem a lábodat és a mancsodat, kis kutyám. Nem is vagyok. Azóta, hogy lejöttetek, még egy percig sem voltunk kettesben. Talán mondott neked valamit? Nem értem már, kiről beszélsz? Hogy kiről? A feleségedről. Talán beszélt veled?
Természetesen. A férj és a feleség beszélget egymással. És a férjed mondott neked valamit? A férjem csak a feleségeddel beszél, régen tudhatnád. De úgy érzem, van itt valami... Amerigo, felej nekem. Ugye mondott valamit kettőnkről? Mit mondott? Felej! Nem mondott semmit. Tényleg semmit? Semmit a világon. Tehát nem jött rá. Mi a csodára? Fanny mondott neki valamit? Mit tud Fanny, amit elmondhat? Nem bízom Fannyben. Bízhatsz benne, nagyon szeret minket. Fanny jó barátai berberék. Az apa és a lánya. De nem mi. Mi? Te meg én. Nekem csak is ez számít. Te meg én. És te. Te sose nősültem meg, és én sem mentem férjhez. És nincs más, csak azok a közös hetek Rómában, amikor szeretem. Charlotte! Charlotte, ami akkor volt, elmúlt már, elmúlt rég. Elmúlt már, igen? Belőtte a fő a sírját. Tehát így állunk. Könnyű neked. Csak hátat fordítasz, szívod a cigarettádat, és játszol a fiatal meg a kutyáddal. Te mondod nekem mindig, hogy óvatosan kell viselkednünk, hogy nem gyaníthatja senki. Gyanakszik. Mondtam, hogy nem, nem. De tényleg az igazat mondod. Hát nem bízol bennem. Charlotte! Postáról kaptam, vételre kínálják. Nem ez a Raffaello volt a Windsori királyi gyűjteményben? De igen, sokat tanultál. A melletted él az ember kénytelen tanulni. Meddig maradnak még Essingemék a kastélyban? Remélem szokások szerint sokáig maradnak itt. Fanny azt mondja magáról, hogy a törzs vendégünk. De te is tudod, hogy a jövő hét rengeteg vendéget várunk. Nem baj, rengeteg szoba van itt. Adam! Kínosan érzem magam Fanny miatt. Nem értem miért. Megváltozott velem szemben. És mintha meg akarná változtatni, meg itt is. Az a gyanúm, hogy én rólam mesél Maggie-nek. Képzelődik mindenfélét. Valótlanságokat. Bocsáss meg, az is lehet, hogy én képzelek mindenfélét. Bizony lehet. De nem hiszem, mert érzem, hogy már sikerrel járt nála. Fannynek már is sikerült megváltoztatnia Maggie-t, és ellenem hangolni. Maggie nem változik meg, szilárd és hűséges. Én aztán jobban tudom bárkinél. Hiszen tudod, hogy gyerekkorunk óta a legjobb barátnőm. Nem képes hűtlenségre, színlelésre, hazugságra, legfeljebb a szerettei védelmében. De akkor azt hiszem, versenyt hazudna és színlelne bármelyikünkkel. Ha Maggie egyszer megtagadná egy barátját, nem puszta rágalom miatt tenné, hanem olyasmiért, ami valóban szörnyűség. Valóban megbocsáthatatlan. A Windsori Raffaello kicsinyített reprodukció. Az eredetit első Károly kivégzése után eladták, és Mazarin bíboros gyűjteményébe került. És most megvásárolod? Gondolkodom még. De rengeteg pénzt kérnek érte. Biztos, hogy eredeti? Csak akkor cselekszem, ha valami biztos. Szomorú levelet kaptam szegény Isabel Brinkehottól.
Velencében van azzal a rémes férjével. Hogy is hívják? Felvi. Bár csak megszabadíthatnám tőle, de ilyenkor már nincs mit tenni. Az a nő csak magára vethet. Ne féljenek meg ittől. Ő semmi titkot nem árul el. Még a kártyalapokat sem ismeri. Évekig próbáltam megtanítani rá, de hiába volt minden. Whistet játszottam a nagynénjével. Whistet, Fanny? Whistet. Elmondta, mennyire óvta a bátyát attól, hogy mindenit Isabelle-re hagyja. Félt, hogy áldozatul esik valami rémes hozományvadásznak. És pontosan ez történt vele. De azt senki nem látta előre, hogy a rémes hozományvadász történetesen amerikai lesz, és nem a szokásos ágról szakadt olasz. Magán a sor, herceg. Talán több szerencsét hozok, mint Charlotte. Csak folytassák. Jó lapjárást. Köszönöm. Már az szerencsé, hogy nem vagyunk együtt Bobbal. Kártyasztalnál katasztrofális szokott lenni. Téged kerestelek, Megi. Olyan füllettség van bent. Igen. De még itt kint is. Talán vihar készül. Be kellene mennünk. Nézd csak apádat. Az ember sosem merné háborgatni vagy aggasztani. Tudom, te is ezt érzed. Igazad van. Valóban ezt. Megi, van valami kifogásod ellenem? Megsértettelek valamivel? Annyit rágódom rajta, de nem tudok rájönni, hogy mit követhettem el. Éppen ellened. Mi rosszat tettem, mondd. Persze lehet, hogy tévedtem. Valóban tévedtél. Oh! Akkor megnyugodhatok végre. Nem folytattam el ezt a kérdést. Ilyen a természetem. Nem vádolok semmivel. Oh, igazán szerencse. Nem gondoltam róla soha mást, mint csupa szépet és csupa jót. Ahogy én sem róla, drágám. Megpecsételjük egy csók. Nem tud semmiről. Láttad, hogy megcsókolt. Igen, láttam, láttam. Istenem, de nagy bolond vagy, Charlotte. Egyáltalán nem értem meg. Jó ét. Jó ét. Jó ét. Nem jössz még lefeküdni? Nem. Kell egy kis friss levegő. Nagyon füllett a ház ma este. Folytogat. Kiabált és jajgatott, de hiába.
A boszorkány meg sem hallotta. Aztán Juliskához ment, és felrázta álmából. Ráförmett. Kelj fel, te lusta hétalvó, hozz hamar. Mi történt? Miért vagy itt, kisfiam? Mert egy tigris volt az ágya alatt, és át kellett jönnie hozzánk. Hozz hamar vizet, és főz valami jót a bátyádnak. Az istálóban van, fel kell hizlalni kövérre. Ha majd szép kövér lesz, akkor megezem. Ez aztán a kegyetlen mese. Ez a kedvence. Az erdőben eltévedt gyerekekről és a gyerekevő boszorkányról. Csak olyan meséket szeret, amelyek rémisztőek. Szerintem attól van, hogy ott él, ahol nincs napsütés. Nincs kék ég. Olyan kék, mint nálunk. Hát nem volna csodálatos, ha elutaznánk vele Itáliába? Apa nem bírná a Principino nélkül. Vagy te nélküled, vagy te ő nélküle. És én ezt sosem kérném tőle. Tudod, hogy nem kérném. Akkor sem, ha borzasztóan szeretnéd. Ha mindennél jobban akarnád. Nem, ha csak te nem akarnád mindennél jobban. Átviszem az ágyába. Ne. Késő van. Gyere, drágám. Jól van. Na. Mehetünk. Hagyj békén, Megi. Ezt csinálod velem már kislánykorod óta, és még mindig bolonda akarsz tenni. Gyere. Nézd csak, ez a lépcső túl keskeny, nem gondolod? Talán egy kicsit az épülethez képest. Igen, szélesebbet akarok, hogy az emberek leülhessenek rá, pihenni, beszélgetni, élvezni a napot. Ez keskeny ahhoz, minden feljáró túl keskeny. Csak hogy már ágyban a helye, kedves uram, tehát ne tépelődjön itt a múzeumán. Csak az jár az eszemben mindig, és róla álmodom. Ez a művem. Rátettem fel az életemet. Ez a nagyszerű benned, hogy van célod. Nekem meg csak az önzésem maradt. Majd akkor elhiszem, ha Amerigo panaszkodik rád. Nem érted, apa. Éppen ő az én önzésem. Az én önző célom, bármit csinálok. Úgy szeretem, hogy meghalnék érte. Úgy szeretem, hogy az borzasztó. És látod, ő érte, vagyis önmagamért egyszerűen lemondtam rólad. Feláldoztalak. Ez sem más, mintha hajóra raklak Amerika felé. Figyelj ide, Megi. Ha úgy folytatod, mint eddig, csak kedvet csinálsz nekem, hogy elhajozzak Amerika felé. Igen, már azt kívánom, hogy hajóra szálljak minél hamarabb. És már úgy érzem, hogy American Cityben találnánk meg igazán a helyünket. Mármint én és Charlotte. Tehát most felajánlod mindkettőtöket az önzésem áldozatául? Nem, ifjú hölgyem. Ha majd az áldozatodnak érzem magam, azonnal tudatom veled. Addig pedig azt teszem, amit a legjobbnak látok. Kinek a legjobb? Neked. Hát persze. Mindig csak nekem, igaz? És veled mi lesz? Tudok én vigyázni magamra. És a feleségemre. Nem hiszel bennem? Jobban, mint bárkiben. És gondolom, te is így hiszel én bennem. Igen. Pontosan így. Igen. Hát akkor.
Eden Werver összegyűjti a műkincseit, hogy elutazzon velük American Citybe. Nem vagyunk az övék. Nem hajózhatnak be a műkincseikkel, amikor kedvük tartja. Senki sem akar behajózni téged, Charlotte. Csak elfoglalod a téged megillető helyet, amely méltó hozzád. A magasba tartod a civilizáció fáklyáját, mint a szabadságszobor. Nem tréfálok. A férjed mellett nagyszerű jövő vár rád. Nekem nincs jövő, ha nem lehetek veled többé. Hallgass meg! Kész vagyok elhagyni ezt a házat holnap. Vagy ma. Olyan szegényen, ahogy jöttem. Elmentünk akárhová. Hát nem érted meg, hogy szeretem a feleségem. Szeretem. Megit. Minden nap jobban. Ilyet nem éreztem még soha életemben. Már megint hazudsz. Mindig hazudtál nekem. Nem neked, hanem neki. És egy élet kell majd ahhoz, hogy elmúljon a számból a hazugságok íze. Igen. A gyalázat! Charlotte! Il disonore! A gyalázat! Ez a Delphi hátán alvó bájos kupidó 1766-ban készült. A szobráz Joseph Nollekins. Azt hiszem, van valami vonzó Nollekins antik műveket utánzó szobraiban. Ahhoz hasonlítható, ahogyan egy zenész készít variációkat kölcsönvett témára. Arra is felhívnám a figyelmet, hogy a márványfiú olyan pulzsban pihen, hanyat American és bőrejjel, mely különösen jellemző ez a név neki a végzett kopogása. Vagyis nem igazán neki kereskedelmi állomása vagy nyugat mélyén. És jobb felől a Rebecca forrásnál, vélhetően Giacomo Cavedoni. Látja jól, különösen a női test finom kidolgozása érdemel. De nem tehet semmit. A ruhezi telt idomokban nem feleltek meg a kor szépség ideájának. Az ujját sem mozdítottak. Karcsúbb és lányosabb, mint korábban. Ennek a képnek hihetetlen a címe. Lakmároszó parasztok, 16. század. Lakmároszó parasztok. És mindez elhajózik Amerikába. Vesd fel ezt a kérdést a parlamentben. Nincs műkincsvédő törvény? Nem brit múzeumba való mindez? Azelőtt csak latrokat és gyilkosokat szállítottak a tengeren túlra. Ma már az őseink képmását is. Azt hiszem, egyetértenek velem, ha azt mondom, ez az életnagyságú portré 8. Henrikről, Hans Holbeintől kimagaslik az összes többi itt lévő kép közül. Holbein művénél aligha ábrázolták lenyűgözőbben a királyi tekintét és hatalmat abban a korban. De számomra ez egy rendkívüli férfi félelmetes képmása is, annak minden brutális testi lelki erejével együtt. A téma összevág Holbein hidegen kemény stílusával, amely oly jól kifejezi a király megvetését mindenki iránt, aki az útjába áll. Beleértve számos feleségét is, akiket sorban elért a végzetük. Erre tessék! Amerigo? Miért nem mész ki hozzá? Tudom, drágám, igazad van, meg kellene tennem. Tartoznék neki ezzel. Jobban meg kellene értenie téged. Charlotte nagyon, nagyon kevéssé ismer. Remélem, sohasem ismer meg. Remélem, sohasem jön rá, hogy én kértem apát, vigye el őt.
Ha te nem mész ki hozzá, megyek én. Mit fogsz mondani neki? Az attól függ, hogy ő mit mond majd nekem. Bármit, ami kíméli a büszkeségét. Amitől egy kicsit kevésbé lesz boldogtalan. Csak még egy hazugság. Ez legyen az utolsó, édesem. Gondoltam, ez érdekelni fog. Egy másik könyvét olvastam már. És úgy éreztem, mesterkélt. De ez talán nem. A társasági jelenetek a legjobbak. Élvezed majd. Elfáradtam. Fáraszt az élet, amit élünk. Tudom, nektek tetszik, illik hozzátok, de hozzám nem illik. Azt mondtam a férjemnek, itt mi nem élünk igazán. Ő meg én. És úgy döntöttem, hogy hazaviszem. Úgy érted, te döntöttél? Igen, csak is én. Azt mondtam, minek maradnánk tovább itt Angliában? A mi munkánk ott van. Vár bennünket American Cityben. Látod, milyen önző vagyok? Nekem, ha a férjem az első. Ezzel épp így vagyok én is. Elviszem és elveszem tőled. Elveszed tőlem az apámat? Féltékeny voltál, mert elvett. Kezdettől fogva közénk akartál állni. De én mindenáron megtartom a férjemet. Azt akarom, hogy végre csak az enyém legyen. Távol innen, ahol nem mesterkedhetsz ellenünk. Ha valóban ezt tettem, akkor bizony hibáztam. Igen, hibáztál. Örülök, hogy végre beismered. Visszajönnek a szállító munkások, szóval azt hiszem, rengeteg munka vár rád is rám. Nagyon kellemes munka, hiszen te segítesz benne. Nem sokára a helyére kerül majd minden. A saját múzeumába, a városunkba. Ha meglátják a kincseket, az összes prédámat tárlókba rendezve, ők is megkedvelik, légy egész nyugodt. És ha meglátnak téged, drágám, a bámulattól szemük szájuk el. Soha se láttak olyat, mint te. Ha rád néznek, kocsányon lóg a szemük, ahogy odát mondják. Yeah.
Munkásharag. Verver milliókat költ haszontalan műtárgyakra. Mrs. Eden Verver született, Charlotte Stent az Illinois Galesburgből épp oly okos, mint amilyen szép. Több mint 400 láda felbecsülhetetlen értékű műkincs érkezett a milliómos műgyűjtővel, Mr. Eden Ververrel. Magyar hangok. Fűr Anikó, Kálid Artúr, Györgyi Anna, Bács Ferenc, Faragó Vera, Barbinek Péter, Cető Ádám, Balázsi Gyula, Hol János, Makai Andrea, Gáspár András. Magyar szöveg Asztalos József. Hangmérnök Porica Imre és Fogarasi Hunor. Vágó Zöld Zsófia. Gyártásvezető Újréti Zsuzsa. Szinkronrendező Nikodém Zsigmond. A szinkront az HBO készítette. Produkciós vezető Végödön.